Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk. Meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják. Itt a rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot. Érdemes lesz. A Gonosz Swift következő vendége Magyar Tomi, aki hát... Kicsit furcsa ez a helyzet abból a szempontból, hogy ő tudja, mi a trükk az autóban, de ha jól tudom, még sosem vezettél ilyen autót. Nem, soha. Nem, tehát ez lesz az első. Felkészülni meg nem lehet rá, úgyhogy. Vannak neked Swift-es gyökereid? Van. Aha, nekem volt GTX Suzuki, ugye azzal kezdtem úgymond a pályafutásomat. Hát ilyen szalonversenyek, meg gyorsulási versenyek. Sőt, tehát igazából nem is amatőr, mert profi kategóriában azzal volt. Országos bajnokság első helyezett, meg ilyenek, tehát... Azt a mindenit. Tudtam, hogy volt Swift-es gyökér, de hogy így hát, jutottam, ilyen az nem volt meg. A gyorsulás volt egyébként, most nyilván a drifthez képest az egy kicsit szerényebb eredmény, de azért ilyen fanatikus módon nyomtuk azt is, szóval reszelgettük ilyen nappal. Te azért végigjártad az autós egyet fejlődést, akár a szívó dizel merciket nézzük, akár a Swiftet, akár akármit, és most már profi kategóriában mész. Szerintem ez így volt jó egyébként. Ez így volt jó, meg szerintem ez mindenkinek így kell. Szerinted, ha ma állnál neki, akkor még adottak lennének a feltételek és a lehetőségek, hogy ezt így végigjárd, vagy most már olyan irányba mozdult ez az egész, hogy már nehezebb? Melyik részére gondolsz? Eljutni erre a szintre. Régen azért ez egy olcsó hobbi volt, meg talán hozzáférhető hobbi volt, meg talán autózni is többet lehetett, nem? Igen, meg szerencse is kell hozzá, tehát hogy nekem is volt szerencse is benne, nyilván benne volt az, hogy nekem nagyon nagy választás volt mondjuk a dízel, nekem az dobta meg ott a pályafutásomat úgymond, mert lehet, hogyha nem dízel, akkor nem is figyel föl rá senki, tehát hogy... Uh-huh. A marketing értéke jó volt. Így van, nem volt másik, és akkor nyilván akkor jött a csapat is, tehát hogy sok szerencse is kellett hozzá, mert ebből mondjuk, mikor Suzuki-ztam, abból nem tudtam volna előrébb jutni sehova. Megnyertük az országos bajnokságot gyorsulásból. Így van, meg az egy elérhető sportág volt, úgymond. A drift azért jóval pénzesebb, tehát hogyha nem olyan anyagi háttérrel érkezel bele, ami nekem ugye nem volt meg, akkor szerencsé nélkül esélytelen vagy szerintem. És Tomi, viszonylag gyakran előfordulunk a műhelyedbe, hiszen mindig van nálad valami csemeg, amit fel lehet dolgozni, és tanulságos lehet az embereknek. Meg hétvégén meg ugye az autósporttal foglalkozom, ami szintén autó. Hogyan nem csömör lesz meg? Hogyan nem unsz bele? Mit csinálsz esetleg mellette valamit, ami frissen tart? Vagy neked hétközben munka is az autó, meg hétvégén a hobbi is az autó? Hát ez hobbi, azért ez az autózás egy akkora hobbi, hogy mindenkinek szerintem életre szóló, aki komolyan csinálja, az életre szóló hobbi. Tehát nyilván lenne millió más dolog, ugye nekem is megszületett a gyerek egy éve, több mint egy éve, a család is, tehát nagyon nehéz összeegyeztetni azért, és egy kicsit, ha őszinte akarok lenni, azért várom, mikor vége van a drift szezonnak. Tehát, hogy legyen időm, legyen egy kis fellélegzés, mert nehéz csinálni egyszer a műhelyt is, nehéz a versenyen is ott lenni, tehát figyelni kell arra, hogy ne menjen egyik a másiknak a rovására, és mégis élvez. Hát jobb, egyébként, hogyha őszinte akarok lenni, jobban élveztem, amikor elkezdtük a driftet, és az első pár év volt, szerintem szabadabb volt egyébként az a dolog. Most azért más egy kicsit. Nehéz szabadnak lenni újra ott, de csináljuk, szeretjük. Tehát az a pár perc, amikor ott vagyunk, akkor szeretjük. Melyik a legjobb része, amikor a kormány mögött ülsz és rúgod, vagy amikor lehet dolgozni, kitalálni, feltalálni, fejleszteni? Szerintem én nyilván egyértelműen a kormány mögött szeretek ülni. A rossz része ennek az, amikor össze kell készülni, tehát hogyha nekünk péntek, szombat, vasárnap verseny, akkor már szerdától elkezdünk készülni, és akkor ez csak a bepakolás a buszba, tehát hogy igazából ez a rossz része. Nyilván azok a pár másodpercek, a 40 másodpercet még végigdriftelsz egy kört, nyilván sokszor van egymás után, tehát amikor már hétvégén ott vagyunk, az már nagyon jó, azt nagyon élvezzük. Itt a felkészülés a nehéz. Na de, beszéljünk komoly autósportról is. Swift. Megérkeztünk. Nézzük meg az idő eredményeket. Azért itt vannak olyan arcok, akiket te is ismersz, akikkel már esetleg videóztál egyebek. Hova szeretnél odaérni? Milyen időt szeretnél meg? Versenyző vagyok a legelejére. Ja, jó, hát oké. Okay. Most egy versenyzőtől megkérdezi, szerintem minden versenyző ezt válaszolta, nem? Jó, akkor Nagy Norbi idejét kéne megsípni a 48-20-at? Hát meglátjuk, igen. Jól van. Három köröd van neked is, mint mindenkinek. Egy fokozatos építkezést javaslok. Kézifékbe van csavarozva. Uh-huh. Ez nem lesz idegen. És szerintem nézzük is meg. Ez három különálló kör, tehát azt jelenti, három hogy kör, és a legjobbat nézzük. Hát az jó. Akkor egy jó kvalifikáció. Egy kvalifikáció, így van. Tomi, trukkolok. Hívom a navigátorodat, ha jól látom, mert felkészült. Jó. Aki egyszer sem, mint pályabíró. Jó navigátor amúgy?
Nem tudom. Jobban vezet, nem? Sokan mondják, hogy jobban vezet, mint ahogy beszél, de ezt majd meglátod. Jó, szerintem összeszoktunk már. Rádión azért szoktunk. Találkoztál már vele? Igen, igen, rádión azért egymás mögött jól működött, hát ha mellettem is jól fog. Nézzük meg, kérlek. Innen rajtolunk a kézit, én kezelem. Miért nem húzhatom meg a kézit? Te is húzhatod, de néha én is megfogom. Jó. Ő is lemagad. Tényleg? Igen. Hát de a 30-nál csak koccani lehet. De kiugrik a légzsákat. Ja, miért? Csak miért van mögött a légzsák? Nincs benne légzsák. Csak 30-al menjünk. Hát hogy mennénk többel ezen a kis pályán? Ja, neked nem fog menni. Klíma? Nem megy. Ezt kilőttük most. 3, 2, 1, rajt! Na, még így is megértem, úgy, ez nagyon vicces. Ez nagyon kemény. Hát, amúgy. Jó az. Majd a lükvet. Már néztem kívülről, hogy az. Ez a kanyar, itt szokták a legtöbben elhibázni. Persze, mert... Egy pillanatra, hogyha kiesel abból, hogy... És reflexből mozogsz. Igen, folyamatosan kormányozni kell, az a titok szerintem, még menj előrébb. Jó, kösz. Így már jó. Csak, az, csak most... azért, mert innen adja ki. Pont ellenközen kell csinálnom, mint... Egy gumi ott is meg volt. Mehet. Mehet. Meg elindulásnál várjál? Igen. Át kell gondolni is egyébként. Jó. Jeges az út, nekem így nehezebb. Kipörgés gátló nem megy. Nem biztonságos? Így már jó. Ez honnan kell kerülni? Balról. Balról menjél, fel talán. Adj egy kis gázt, azaz. Nem kell kuplungolnod. Menj át. Nem. Át kell menni, és állj. Ez ja, volt. És egy-egy kör. Igen, ott mész át a célvonalon. Amúgy nagyon vicces. 2! 3! 3? Tomi, bekezdtél egy 1.36-os idővel, ami kezdőidőnek nem olyan rossz, viszont volt hozzá 3 egy 1.50, igen, 1.51. Van rádióm? Nincs most, mert hogy? Mert szerintem nem vette észre az egyik első bolyát a Dani, csak azt is meg kell javítani. Jól van, mindjárt szólok neki. Mesélj kérlek. Hát így elég távol van 48, nem? Egy percnyire. Több mint egy percnyire. Hát most azt mondom, hogy gratulálok eddig. Amúgy ez kemény. Hiába tudtam, ugye fel voltam készülve rá, de nyilván itt idáig jól ment. Ezt és ott akartam mondani, hogy itt kifejezetten óvatosan mentél, arra gondoltam. Persze, hogy mert itt azért tudtam, hogy mire készüljek, és akkor ott a kanyarnál egyszerűen, mikor reflexből jön, mennél arra, és tök másfele megy a kocsi, és akkor ott már azért kicsi tempó van, ott nyilván belekerült ez a hiba. Hát, van még két próbálkozás, hogy nyugodjon. Meglátjuk. Ez a tény. Visszaállsz a rajtba? Megpróbálhatok. 3, 2, 1, rajt! Másik. Még így is. Jó, csak nagy évet akartam menni, tudod? Tudom, kitetted szélesre. Itt az a titok, hogy ne kormányozz túl sokat, főleg ezen a részen. Itt egy kormányfogásból akár megvan. Így? Aha. Látod? Tök jó. Várjál, itt jön a trükkösség. Igen, itt vedd a jobb oldalát közelre, és menj a koppanásig. Koppanásig. Aha. Jó, menj. Azaz. Oké. Azaz. Ez így jó. Már szedd vissza. Milyen szépen pöckölgetel. Hát életbe kell tartani. Jó. Menjünk egy biztonsági tudod után. Jó politika. Ez egy 30 másodperccel szerintem jobb lesz, mint az előző. Főleg, hogyha most egy kicsit. Nem bohózkodunk? Hát nem, de hogyha... Neved, ne kuplungolj. Ez nem Mercedes. Megud? Szerintem meg. Itt sokat hozhatsz rajta, hogyha... Mert rákuplungolsz reflexből, hátsó kerekes.
maradhatsz a gázon és kézibe. A pályabíró azt mondja, nem volt hiba. Na. És ez most egy 1-11-es eredmény. Tehát... Hát nagyon szar. Lecsaptál 40 másodpercet, nézhetjük így is. És amúgy még van egy harmadik köröt, ha folytatod ezt a tendenciát, még benne lehetsz egy alap. Innentől nehéz javítani. Igen? Mert áthelyeztük a nyomást? Nem. Csak innentől van növelni kell a tempót, és akkor nagyon nagy hiba van benne. Igen, meg nem akarlak stresszelni, de az elején azt mondtad, hogy nyerni jössz. És ezt a nézők látni fogják. Ez van. Nem szégyen veszíteni se. Nem, hát. Sportszerűen kell viselni. Hát figyelj, aki ezzel az autóval egyáltalán körbe tud érni, az már nyert. Úgyhogy kérlek, állj be a rajthoz. Újra. 3, 2, 1, rajt! Jó. Rajtom már fogtunk. Igen. Itt, hogyha mész egy ilyen kiegyensúlyozott tempót, az jó, ez is szép. Ne kormányozz túl sokat, ez már sokkal gyorsabb. Ez az. Itt figyelj oda. Az az. Engedd ki a végére rögtön. Jó. Már tekerd a kormány. Már. Az. Mehet. Egyenesíts, mehetsz. Az. Jó. És ne menj túl gyorsan, ne bízd el magad. Azaz, kicsi kormányokkal. Mehetsz. Szép. Jó. Azaz. Jó. Ez megvan egy perc alatt. Na. Legalább szégyenne hozzunk be. Ez jó volt szerintem. Meg egy egészséges kör. Észleltél hibát? Nem. 55-63. Na, javulunk. És ezzel ez a legjobb időd. Igen? Látom, nincs több? Nincs, három azt hittem még lesz. Mindenkinek. Tomi, azt hittem, hogy ez egy verseny, nem a boltban mész. Jó, köszi. Fasza. Nem, megmentjük a mundérbecsületét. Kérlek, állj vissza rajtba, és akkor beszélgetünk még egy kicsit. Jó. Mesélj kérlek, olyan volt, mint vártad az elmesélések alapján, annál jobb, annál rosszabb? Nem lehet erre fölkészülni, tehát sose vezettem ilyet. Ezzel lepődtem meg a legjobban, hogy a második körben, amikor már elméletileg a kezedben volt az autó, akkor is csináltál egy kitérést. Igen, aha. A stressz helyzet, gondolom. Lehet, vagy úgy nem számítasz rá, tehát hogy ez ilyen reflexzerű, és amikor ennyit vezetsz, akkor reflexből jön, hát kocsival jössz ide is, egész nap vezetsz versenybe is, főleg mikor időre azért az a reflexzerű, hogy itt jössz és elhúzod balra. Igen, és tényleg az van, hogy amit az előző adásban is beszélgettünk Dáviddal meg Viktorral, hogy egész egyszerűen ez egy annyira régi ösztön, ami benned van, hogy arra megy az autó, amire fordítod a kormányt, hogy nem tudod magad megerőszakolni. Így van, ez nagyon nehéz egyébként. Tudod, mi a vicces? Nagy Norbi ezt a 48-as időt ezt a második körében hozta össze, és a harmadikba olyat hibázott, hogy hát így állókerékkel húszszal belecsúszott a falba. Igen, mert hogy azt mondta kerekpereszt, hogy figyelj, elfáradtam fejbe. Tehát, hogy ennyire nehéz. Figyelni kell egyébként, meg rajta vagy, és nem tudod eldönteni, hogy most még növeld a tempót, és akkor sokkal nagyobb esélye van annak, hogy hibázol. Igen, mert jön egy pici belekorrigálás. Igen, ami reflexből jön, és onnantól már buktad az egészet. Onnantól már buktad. Így van, azért én úgy voltam vele, hogy egy biztosra megyünk. Szép is volt, tehát még egyszer mondom az időeredményedet, 55-63, ez amúgy kifejezetten erős. Tehát itt vagy Draskovics Andrisnál gyorsabb vagy. 2 másodperccel Órás Viktornál, Ligetfalvi Viktornál 1 másodperccel, és utána a következő az már Kis Norbi. Hát, hogy várjál, Nagy Norbi, 8, Kis Norbi, 51, ott vagy a dobogon. Na, egyelőre. Ott vagy a dobogon, igen, ma még azért jönnek erős arcok, úgyhogy feltett szándékunk ezt a géptetőt elárverezni, úgyhogy kérlek növeld az értékét egy aláírással, tetszőleges helyen. Írjon fel az időt is, vagy felírjátok majd? Na, írd fel az időt is majd. Akkor hova? Ahol tetszik. Írnám magam a helyet. Talán itt van jó hely. Miért? Ide írom magam a középre, nem? Jó, és akkor mi volt az idő? Azt mondja, 0-0-55,63. Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm a lehetőséget. Nem mondom, hogy iratkozzanak fel rád, mert hogyha te tartalmazt gyártasz, az nálunk jelenik meg, ezért iratkozzatok fel ránk, mert lesznek még Tomi valami. Én vendégszereplő vagyok, így van. Így van, professzionális vendégszereplő. Így van, megmaradtam ennél, nem érzek rá affinitást, hogy elkezdjek YouTube-ozni. Hát figyelj, autózol, versenyzel, amellett már igaz. Nem fog már beleférni szerintem. Így úgyhogy van. Ez marad így. Legyél inkább a családdal. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok. A Gonosz Hív következő vendége, Ágó Béla.